Itthon sem ritka, hogy fenyegetik a kormány támogatóit, például olyan kijelentésekkel, hogy földön futók lesznek. Gyurcsány Ferenc a héten a kormány tagjait fenyegette börtönnel, amiért szerinte nem védték meg az embereket a járványban. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó elemző szerint azért fogalmazhatott a szokásosnál is durvábban a parlamentben Gyurcsány Ferenc, hogy megint leginkább őrá figyeljen a közvélemény a baloldali politikusok közül. Nem lehet megnyerni a választók szimpátiáját sem, akkor, hogyha az oltás ellen kampányolnak. Erre jöhetett rá a baloldal. Nem támogatják a választók, ha valaki az oltás ellen kampányol. Ezért a 180 fokos kommunikációs fordulat a baloldali pártoknál, ifjabb Lomnici Zoltán szerint. A századvég jogi szakértője az M1-nek úgy nyilatkozott, az eddigi keleti vakcina ellenes politikáján nem csak az Európai Unió, hanem a magyarországi baloldal is kénytelen volt változtatni. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb persze lesz az orosz, meg a kínai vakcinának is európai engedélye. A kezdeti egészpályás letámadás után a megértőnek mutatkozó hangnemet Gyurcsány Ferenc vezette fel a parlamentben idén februárban. Majd felsorakoztak mögé a Szivárvány koalíció további képviselői is. Nincs jobb vagy baloldali oltás, nincs jobb vagy baloldali oltóanyag, csak oltás és oltóanyag van. A háttérben azonban megmaradt a baloldali zavarkeltés. Én nem szeretem a hazugságukat, én a tényeket szeretem. A 18. kerület DK-s polgármestere ugyanis nemrég arról tájékoztatta a helyi lakosságot, hogy a kínai vakcinára nagy számban nem volt jelentkező, ezért azt a kormány elszállítatta. 200 ezer gyászolóval már egy párt adott helyzetét is el lehet dönteni idővel. Egyik baloldali tanácsadójuk, Nagy Attila Tibor pedig arra sarkalta az ellenzéket, különösen a DK-t, hogy a politikai haszonszerzés reményében használják ki a koronavírusban elhunytak hozzátartozóinak gyászát. Maguknak nem lesz kegyelem. Az ellenzék vezére Gyurcsány Ferenc bele is kapaszkodott a halálkampányba. Szerdai napirend előtti felszólalásában börtönnel fenyegette meg az országgyűlésben a kormánytagokat. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. Egy év múlva, másfél év múlva, mert maguk nem megvédték a magyarokat, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy százak halljanak meg, és ezért maguk lesznek a felelősek. És mi ezt a felelősséget számon fogjuk kérni. Tudják mikor? Amikor győzünk. És tudják mikor fogunk győzni? Jövőre. És maguknak nem lesz kegyelem. Gyurcsány kommunikációját kell figyelni, ezt a színuszgörbét. Amikor Gyurcsány Ferenc úgy tesz, mintha épp háttérbe vonulna, akkor a másod és harmad vonalbeliekre bízza a radikális kommunikációt. Majd pedig, ha irányt akar váltani, átveszi a hangadó szerepét. Reagálta a DK elnökének parlamenti kirohanására Kiszeli Zoltán politológus a Kossuth Rádióban. Tudja, hogy ha így megfenyegeti a kormánypárti politikusokat, vagy az ő véleményétől eltérő véleményen lévő politizáló közönséget, akkor arra felfigyelnek, és hát, hogyha Gyurcsány egy ilyen durvát odamond, akkor az több napig is a kommunikációban marad, és hát a többi baloldali pártvezetőinek nagyon igyekeznie kell, még durvábbat kell mondania ahhoz, hogy elérjék ezt a fajta ezt a szintű érdeklődést. Elk***tuk. Nem kicsit. Nagyon. Gyurcsány Ferencet parlamenti megszólalása után többen is bírálták. Mint fogalmaztak, a DK elnökének szavait komolyan kell venni, mert korábban is a beváltott fenyegetések vezéralakja volt. Akár csak 2006 őszén, amikor az őszödi beszéd kiszivárgása után engedte, hogy a brutális tömegoszlatás közben az azonosító jelzést nem viselő rendőrök könyvgázgránátot, vízágyút, gumilövedéket vessenek be a békés tömeg ellen, sok civilnek súlyos, maradandó sérüléseket okozva ezzel.